Sziasztok, Kovi vagyok. Hát látjátok, én most egy videostúdióban ülök, és nem az autómban. Egyébként jó páran kitaláltátok a típusát, hogy az egy Lancia kappa. Én nagyon szeretem, valóban nem egy csajozós autó, nem is a legfrissebb évjárat, de tényleg nagyon-nagyon a szívemhez nőtt, és nagyon szeretem azt az autót. Kísérletezem. Azért vagyok itt, hogy megnézzem, hogy ez hogy sikerül ez a videó, egyáltalán mi lesz a fogadtatása, tehát ti mit mondatok rá. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, és kérlek írjátok meg kommentben, hogy maradjak az autóban, ez az egyik verzió, vagy jöjjek be ide a videostúdióban, vagy esetleg keressek egy harmadik helyszínt, tehát se nem autó, se nem videostúdió. Na, térjünk a lényegre, ez csak egy ilyen bevezető volt, pontosabban két szolgálati közlemény. Az egyik az úgy szól, hogy a múltkori videómban eltéveztettem egy szöveget, ugyanis idéztem Hobóéknak a Vadászat című számából, rosszul idéztem egy sort, egy mondatot, miszerint én azt mondtam, hogy kéne egy gyermek, de félted a melled. És Molnár Gyula, akinek ezúton is köszönöm, hogy kiigazított, mert ez a mondat, ez a sor, ez így hangzik helyesen, kéne egy fiú, de félted a mellett. Kéne egy fiú, de félted a mellett. Na, ezt nem ragozom tovább. Köszönöm, Gyula, hogy helyreigazítottál. Egyébként én fanatikus hobórajongó vagyok. A Vadászat című lemezt pedig egyenesen imádom. Nem is tudom, hogy tévesztettem el. Megtörtént, elnézést kérek a többi hobórajongótól. A másik pedig az úgy szól, hogy arra kérlek benneteket, hogy a kerdesek@kovirendel.hu e-mail címre ne küldjetek felnőtt film forgatással kapcsolatos kérdéseket. Ha még azt mondom, hogy ha még sztárokkal kapcsolatban érdeklődtök, hogyha az olyan, hogy úgy gondolom, hogy tehát érdeklődésre tarthat számot, tehát másokat is érdekel, akkor válaszolok rá, vagy írásban, vagy hogyha sok, úgy gondolom, hogy sok embert érdekel, akkor itt a videón is, de olyat semmi esetre se küldjetek, miszerint jelentkeztek filmforgatásra, semmiképpen ne küldjetek olyat, amiben leírjátok a farkatok méretét, a hosszúságát, meg a vastagságát, köszönöm, nem kell, de olyat meg aztán abszolút ne, egyiket se, de aztán az, amikor még le is fotózzátok, na az aztán meg végképp nem érdekel. Gratulálok és örülök annak, hogy megfelelő mérettel rendelkeztek, ez nagyszerű, de ez az e-mail cím, ez nem erre lett létrehozva. Tehát magyarán hiába küldötök ilyen témában ide üzeneteket, nem fogok rá válaszolni, mert és kérlek benneteket, hogy ne tekintsétek paraságnak, ne legyek bunkó, nem fogok ezekre az e-mailekre válaszolni. Ez az e-mail arra lett létrehozva, tehát a kerdesek@kovirendel.hu, hogyha bárkinek, valakinek van szexuális jellegű problémája, lehet az bármilyen, de ezt nem tudja, vagy nem akarja megosztani sem a barátjával, sem a barátnőjével, vagy akár inkább azt mondom a partnerével, nincs kihez fordulni a magyarán, akkor írja meg nekem erre az e-mail címre, és én megpróbálok erre a legjobb tudásom szerint válaszolni. Egyébként csak úgy jelzem, hogy tervezem azt, hogy személyesen is lehet majd velem találkozni, úgymond konzultálni, és személyesen is tudunk beszélgetni ezekről a problémákról. Na tehát összefoglalva, a kerdesek@kovirendel.hu-ra ne küldjetek ilyen témájú e-maileket, nem fogok rájuk válaszolni. És akkor most jöjjön vidámabb téma, tulajdonképpen az egész videómnak a lényege. Hát 1400 feliratkozónál tartunk, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, és nagyon is köszönöm nektek, hogy ilyen aktívak vagytok. És gondolkodtam azon, hogy hogyan tudom én ezt nektek megköszönni. És hát ugye az az alap, hogy ezután is próbálok olyan videókat, nem, ez rossz mondom. Ezután is olyan videókat fogok ide föltenni, amivel úgy gondolom, hogy érdekel benneteket, és ami azt gondolom, hogy tök jó, és számot tarthat az érdeklődésetekre. Ez az alap. Tehát ugye ezt nagyon nem kell ragozni, de kitaláltam egy másik dolgot is, és itt látjátok a kezemben, hogy miről is van szó. Én pár évvel ezelőtt írtam egy könyvet, az a címe, hogy bűnös élvezet. Nagyon nagy siker volt ennek a könyvnek, rengeteg fogyott el belőle, és
Ezért is nem reklám, mert hiszen ez már nem nagyon kapható könyvesboltokban. Miről van szó ebben a könyvben? Elárulok kulisszatitkokat a felnőtt filmek világából, sztárokról beszélek, a sztárok életéről, forgatási kulisszákról beszélek, külföldi utazásokról, díjkiosztókról, és sok-sok olyan témáról, ami érdekelheti az embereket, de mint kívülállók, tehát akik nincsenek benne ebben a műfajban, olyan nagyon nem tudnak róla. És ez azért nem reklám, mert ezek már nem nagyon találtak meg könyvesboltokban, tehát magyarán ez a könyv. Ha valaki nagyon meg akarja szerezni, akkor talán nagyobb könyvesboltokban még egy-egy példány felelhető, higgyetek el, vadászni kell rá. Na, én felajánlok egy ilyen könyvet, ami egyébként az én személyes magán készletemből való. Én felajánlok egy ilyen könyvet azoknak, akik feliratkoznak, azoknak is, akik eddig feliratkoztak, és azoknak is, akik ezután fognak feliratkozni. A sorsolás akkor lesz, amikor elérjük a 2000 feliratkozói létszámot, akkor én a 2000 feliratkozók közül kisorsolok egy valakit, aki megkapja tőlem ezt a könyvet. Természetesen névre szólva fogom ezt dedikálni, azt írok bele, amit az illető szeretne, és hogyha ő budapesti, akkor személyesen fogom átadni neki, ott helyben fogom dedikálni, mondjuk egy kávézóban, egy kávézás, kellemes kávézás keretén belül, még ha akarja, szelfit is fogunk csinálni. Ha pedig az illető vidéken lakik, akkor természetesen megmondja, hogy mit szeretne, és ugyanúgy beírom, és ugyanúgy személyre szólóan dedikálom ezt a könyvet, és a saját költségemre postázom egész Magyarország területére bárhova. Tehát mondom, erre a könyvre úgy tekintsetek, mint az én személyes készletemből egy példány. Miért fontos ez? Ez körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a borászok a saját mondjuk csúcsborukból, vagy akár a legjobb borukból eltesznek pár palackkal, az az ő személyes készletük. Ha azt megisszák, nincs tovább. Ez is, hogyha elfogy, akkor nincs tovább. Ebből már nem lesz. Persze nem fogom mindegyiket elajándékozni, én azt gondolom, hogy ez ezért lesz nagy kincs, ezért fog örülni reményem szerint az, aki ezt meg fogja nyerni. Nos, hát ennyit erről. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aktívak vagytok, és reményeim szerint aktívak is maradjatok, és minél hamarabb elérjük a 2000-es feliratkozó számot, és akkor jöhet a sorsolás. Köszönöm szépen, és addig is kérlek benneteket, hogy annak érdekében, hogy minél hamarabb elérjük ezt a létszámot, kérlek benneteket, hogy osszátok meg, hogy létezik ez a videó, adjátok a baráti körötöknek a tudtára, a tudomására, egyébként meg kommenteljetek. Ne felejtsétek el megírni arról a véleményeteket, hogy autó, videóstúdió, vagy legyen egy harmadik helyszín, másfajta helyszín, és írjátok meg a véleményeteket bármivel kapcsolatban, például, hogy miről akartok majd hallgatni, miről akartok hallani, illetve milyen típusú videókat akartok itt látni. Hát köszönöm a figyelmeteket, már ennyit, sziasztok!